Tudtam, meg most fogunk csinálni ilyen kis karikákból. Igazából megcsináltam egyszer. Ez egy lézernyomtatóval nyomtatott kép volt, ami nem teljesen sikerült, de ez még elég szép lett. Látszik. Itt a maciból egy kicsit hiányos lett, tehát ez sem lett az igazi. Itt aztán nagyon rossz lett. Itt látszik, hogy alkoholos filce próbáltam utána javítani, de így meg nagyon csúnya lett. Itt ott rajta maradt a papír is. És hát nem igazán ment át a minta. Elég kopott volt. Itt úgy szintén ugye látszik, hogy én rajzolgattam rá. De látszik, hogy csúnya lett. És hát itt is sajnos nem lett szép. Most úgy döntöttem, úgy csinálok, mintha nem csináltam volna semmit. Megfordítom őket, és a másik felére fogom újra megcsinálni az egészet. Annyi különbséggel, hogy most nem lézer nyomtatóval nyomtattam ki, hanem sima nyomtatóval. Lehet látni, hogy még a színe is teljesen mások. Sokkal szebb a felbontása is, meg minden, meg a színe is a rendes nyomtatónak teljesen más színt ad ki. A macinál is látszik már a barnában is, hogy teljesen más a színe. És ha rendesen sikerül, akkor ugyanilyen színe marad a transfernél. Ugye azért fontos, hogy sima falfestéket transferáljunk, mert akkor biztos, hogy megtartja az eredeti színét, és nem lesz más színe. Ezt azzal kell kezdeni, hogy ki kell vágni a képeket, mivel hogy ugye itt a felső rétegét veszi le a papírnak, ezért fontos, hogy pontosan vágjuk ki a képet, és csak annyi papírt adjunk rajta, amennyi muszáj. Különben nem lesz szép. Ugye nekem a másik felén írás van, ahol kipróbáltam a nyomtatót, de ez ne zavarja a más senkit, mert ez nem fog látszani. Maga a felirat, az lézer nyomtatóval van nyomtatva. Hát van egy faxgépem, és azzal. Ebben majd lehet látni a különbséget, hogy mi a különbség a lézer nyomtató és a tintasugaras nyomtató között. Természetesen mindegyik sima másoló, fénymásoló papírra van nyomtatva, semmi extra nincs benne. Ugye fotópapírra azért nem jól nyomtatni, mert ott a felső réteg fotópapíron ilyen nejlonos, és hogyha ezt beleragasszuk akármiben, azt aztán nem tüntetjük onnan. Ez a nejlon az ott marad, és azért csúnya lesz. Tehát sima papírra kell nyomtatni, nem fotópapírra. És akkor most szokásos díszlazó segítségével el fogom vinni az egészet. Ugye erre mondom mindig, hogy nem szabad sajnálni valóla. Lényeg jó sokat rakjunk alá. Valószínű azért nem sikerült. Hát ollóval ledörzsöltem szó szerint. Gondoltam, hát akkor jobban ráragad. Hát annyira ragadt rá jobban, hogy utána már látottátok, hogy szinte lejött róla rögtön a papír és csúnya lett. Így még van lehetőség csúszkáltatni. Közepét oda tartsuk, oda fogadjuk, és utána bentről kifele. Simán kézzel lenyomogatjuk. És mondja a letelő.
Ha nem akarjuk azt, hogy a festékünk vedlensére jön le dörzsölésnél, mert ugye ez csak falfesték, és a víz lehet, hogy feloldja, akkor nyugodtan kenjünk el disznazóra az egészen. Egyszer. És akkor biztos, hogy tökéletes lesz. Oldalra fordítjuk, látjuk, hogy hol van rajta buborék, vagy hol nincs. És úgy tűnik, hogy az jól sikerült. Reméljük az eredmény is ilyen jó lesz. És akkor ne felejtsük el, még van egy kis feliratunk is. Egy lóe. Amit úgy tudunk felrögzíteni, hogy jó eresen megnyomjuk. Mivel annyi ragasztó marad rajta, amennyi kell, hogy ne tudjuk lemosni a festékünket. Többet nem is érdemes rárakni. Jó nagyját nyugodtan így kézzel lehúzhatjuk. Nagyon gyorsan szárad, úgyhogy figyeljünk rá, hogy mindig ragasztós legyen. Ne száradjon meg, mielőtt felrakjuk a képet, mert akkor nem lesz jó. Ugye ezeket a kis gömböket is én vágtam ki magam balzafából, és lefestettem sima falfestékkel. Ugye ezt megtehetjük, kivághatunk csomagoló papírból, újságpapírból, mintát rá bármiből, és ugyanígy fel tudjuk vinni. Megszerettek a hűtőlángosnak valóink. Úgyhogy most le fogom őket dörzsölni. Ugye ezek nem lézernyomtatóval lettek nyomtató, hanem sima tintasugaras nyomtatóval. Most látni fogjuk a különbséget, remélhetőleg. Kétfajta nyomtató technikája között. Ugye nem jön le a festék sem, mivel hogy átkentük,
látszik, hogy vízálló lett a ragasztótól, vagyis ettől a diszlazótól, úgyhogy nyugodtan dörzsülhet, hogy nem fog lejönni. Szóval, most sima nyomtatóval csináljuk, ennyire lehet csak ledörzsölni. Jobban nem szabad, mert akkor lejön a festék, és már lejött itt is egy kicsit, meg a fülénél is. Tehát itt tényleg rajta marad, erre egy papír réteg lehet látni. Itt lett benne egy kis éve. Tehát csak így lehet megcsinálni. Ugye, így néz ki. Ilyen a lézer. Itt teljesen lejön róla a papír. Itt viszont már rajta egy papír réteg, ami ki fog fehéredni. És azért kell oldószeres lakkal átkenni, hogy az eltűnjön az a kifehéredés rajta. És nem szabad jobban levakarni, tehát marad rajta a papír réteg. Természetesen lézeres szebb. Ez nagyon nem sikerült, ezt újra kell csinálni. Szívesen lett túl szép. Igazából itt megkapott. Meg itt is. Na most, mivel ez a kettő hűtőmágnesem nem sikerült, ezért nyomtattam ki lézernyomtatóval képetre, és azzal újból megcsináltam.
Azért is csináltam meg a lézernyomtatóval, nem pedig a sima tintasugarassal, hogy össze lehet hasonlítani a kettőt. Ugye lehet látni a különbséget, hogy ez a tintasugaras, itt az alsó papírréteg, ez teljesen megmarad rajta. Ilyen kicsit szöszös lesz, de ha tovább akarjuk, lejön az egész. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy ezt az alsó papírréteget ezt teljesen meghagyjuk, és ez ne bántsuk. Különben, ha kicsit tovább dörzsöljük, akkor le fog jönni mindig nekem. Nem picit foltos lesz, tehát nem szabad. A lényeg, hogy az alsó réteg, az megmaradjon, lehet látni. Tehát nem lesz olyan szép, de viszont meg lehet csinálni vele. Ugye a lézernyomtatónál látszik, hogy bárha oldalról nézem, akkor az a rész nem csillog, de lement róla teljesen az összes papír, még csak nem is szöszösödik ki. Tehát sokkal szebben át lehet venni lézernyomtatóval magát a képünket. Úgyhogy érdemesebb ebben dolgozni, de akinek nincsen lézernyomtatója, az tudja használni a sima tintasugaras nyomtatót is. Tehát ezzel is meg lehet csinálni. A különbség az most jön, a legnagyobb különbség. A legnagyobb különbség az, hogy míg a lézereset sima vízbázis olajjal fogjuk lakkozni. Addig a másikat, a tintasugarasat. Azt pedig ilyen oldószeres lakkal fogjuk lelakkozni. Most abból is megcsináljuk egyet, így egyet, úgy, hogy lehessen látni majd a különbséget. De oldószeressel sokkal szebb. Már rég volt kibontva. Tehát akkor ugye a lézereseket sinavizes lakkal, ugye ez egyértelmű mindenkinek. Mindig is ebben szoktuk. Nem büdös, gyorsan szárad. Egészségre ártalmatlan. Azért szeretjük használni, könnyű elmosni. Tehát oldalról, ha megnézzük, látjuk, hogy egész szépen be van lakkozva. Ugye eddig teljesen egyértelmű a dolog. Most ugye ezeket a goldoszeres lakkal kéne megcsinálni, és többen kérdezték, hogy muszáj, hogy nem jó a sima vízbázisú lak, mert senki nem szívesen dolgozik egy oldószeres lakkal. Hát most meg fogom mutatni a különbséget, hogy lássátok, hogy miért mondjuk, hogy oldószeres. Ez egy sima vízbázisú lak, és ezt tővel fogom lekenni. Ugye látszik, hogy ha lelakkozok, nagyon szépen visszajön a színe, és már nem is látszik, hogy papír rajta van. De a különbség száradáskor figyelhető majd meg. Jó, azért itt látszik a papír természetesen, de a színen szépen visszajött. És akkor a másik kettőt, ezt oldószeres lakkal fogom lekenni. Ugyanúgy szintelen, csak bűrös. Vagyis van ilyen enyhe. És nem tudom milyen színe, barnás. Ugye oldószeres lakkoknál kérdés meg az, hogy minden egyes festés után, használat után, ugye ezt oldószerben ki kellene mosni az ecsetet. Én igazából
Amikor az udvaron festek bármit, vasat vagy fát, ugye az is mind oldószeres dologgal készül. Kovács milyen vasat is szoktam használni festéken. És az az igazság, én nem szoktam állandóan kimosogatni az ecsetemet, hanem beszokom állítani egy kis üveg vízbe, így ahogy van az ecsetet, és amikor újra használom, akkor kirázom belőle a vizet, és lecsöpögtetem egy papírszalvétával, amennyire lehet, és akkor utána ugyanúgy tudjuk használni. Csak egy idő után ki kell mosni, mert akkor már úgy bekeményedik, és más lesz a fogása, de nem muszáj ide rendes használni. Ha többet akarjuk használni, mert például több ilyen tintasugaras nyomtatós transzfert csinálunk, akkor nem muszáj minden egyes alkalommal kimosni, hanem beállítjuk egy kis vízbe, és akkor onnan ki tudjuk szedni. Lényeg az, hogy nagyon jól ításuk le róla az összes vizet használatát. És megvárjuk, amíg megszáradna, és akkor itt meg fogom mutatni a végeredményt. Megszáradtam a kis hűtőmágnesnek valóink, és látni fogjátok a különbséget a tintasugarás és a lézernyomtató között. Ugye ez egy lézernyomtatóval nyomtatott kép. Előleg nem maradt rajta papír, de itt halványan látszik a széle. Viszont nagyon szép a kép. Ez volt tintasugarás nyomtatóval. És azért látszik a különbség. Tehát itt megmaradt az alsó papírétel, ugye ezt már mondtuk. A másik még, ami különbség, hogy itt sima selyemfényű vízbázisú lakkal kentem le, ami igazából visszaadta a színét, és nem látom, hogy nagyon szöszös lenne. Tehát elég szépen sikerült le dörzsölni, úgyhogy csak az alsó réteg maradjon meg, itt ebben a pici hibával. Itt viszont látni, hogy a másik fajta lak, az oldószerestől enyhén kapott egy ilyen kicsit sárgásabb színt, és mivel a papír maradt még rajta, ezért nagyon érdekes a felülete. Ugye ez is azzal lett lekelve, és látszik, hogy tiszta érdekes a felülete, és oldalról nézzük, látjuk rajta a papírt, tehát nem annyira szép közel sem, mint a lézeres. Tehát meg lehet csinálni, csak nem előnyös. Jól, akkor csiszolni nem könnyű, ezt mindenki tudja. De ha nagyon érdekes, akkor muszáj. Most szép sima lett, és most újra le fogom lakkozni. Másikat is. Ugye, ha oldalra fordítom, is lehet látni, mennyire érdekes és rücskös. Kicsit letörlöm egy ilyen nedves kendővel, teljesen portalítson. Aztán így is megszárad. Tehát most már sima, de még egyszer át kell tennünk lakkal, hogy a lak felső rétegét megcsiszoltam egy kicsit. Meg nem annyira szép. Ugye fel kell még kicsit díszíteni, de most először úgy gondoltam, hogy ráragasztuk a mágnest. Ugye nekem van ilyen mágnesem, jó nagy tekercsbe, úgyhogy én ezt fogom használni most. Nincs más dolgunk, mint egymás mellé szépen ráragasztuk ezeket a figurákat. A lényeg, hogy a csillogos felület a maga a mágnes, az ragad. Tehát itt lehet látni.
Úgyhogy az a lényeg, hogy ne arra felére, hanem a másik felére basszú. És technikot fogok használni, mert nagyon gyorsan és jól ragad. Ugye itt volt a régi elbénázott dolgom, de ez most nem számít, mert a mágnes eltünteti. El fogja takarni nekünk. Ráérünk majd utólag kivágni. Egy picit ez is érdekes, úgyhogy egy picit megsimegy. Ezt is meg fogom csiszolni. Ugye pont a papír vége. Pont azért érdekes, mert ugye maradt a alsó papír réteg rajta marad, és ez egy kicsit úgy kiérdesedik a laptól. Viszont ugyanúgy előjött a színe, lehet látni, és nem látok különbséget, tehát szebb a sima lapkal, nem kell hozzá oldószeres, szerintem. Aztán lehet, hogy tévedek. Ugye ez is egy rosszul sikerült lett. Látszik, ez is lézernyomtató, ahogy csinálva, hogy mennyivel élénkebb és szebb a kép. Na, folyja. Na, oda is kötött. Nagyon gyorsan köt a technokó. Azért is szeretem. Úgyhogy veszünk egy másikat. Ez is van belőle bőven. Itt is látszik, hogy ez is lézernyomtató, teljesen más a kép színe, sokkal élénkebb, csak nem sikerült. Próbáltam alkoholos főccel kicsit felturbozni, de nem igazán tetszik, mert nem látszik. Itt is sokkal jelenkebb volt a lézerkép. Ja. Úgyhogy igazából én nem mondom vagyok, hogy itt a sugárással is meg lehet csinálni, ha valakinek nincs otthon, de sokkal érdemesebb lézerre, mert sokkal szebb az eredmény. És kevesebb bele a macera. Persze nem muszáj azért lézernyomtatót venni, mert lehet nyomtatni is. Tehát, miután felragasztottuk őket. Még a tintasugárosat újra át kell lakkozni. Csak megvárom, hogy megkötsön egy kicsit. De hát, hogy ez már szépen megkötött. Ezt le is fogom vágni, nem?
Közben nyúszik a lámbér magába egyfajta mászka. Mi van te, Bendegúz? Mindig rosszalkodik. Azért neveztem el Bendegúznak. Amúgy Vincent a neve, kislányom el. Összes volna. Ugye ezeket kell újra lakkozni. Ezek igazából jobb már, viszont ezeket megfesteni fogom. Tehát akkor úgy gondoltam, hogy a szélét pirosabbra fogom pacsmagolni. Ezt is lennénk a pacsmagolásra. Ugye, ha jól összehajtjuk a papírt és lezárjuk, akkor nem szárad ki, és tudjuk használni meg később is, hogyha esetleg túl sokat kevernénk be. És mindig legyen kéznél víz, meg szivacs, meg vele tudjuk törölni a kezünket. És amiben berakjuk a ecsetet, vagy a szivacsot, hogy ne száradjon bele a festék. Tehát eddig készen is vannak a kis hüttővágásaink. Meg kell várni, amíg megszárad. Ugye akrilfestékről szólva, mivel lakkos festék, nagyon gyorsan szárad. Úgyhogy nem sokára tudjuk is lakkozni. Tehát újra le fogom lakkozni őket. Ugyanúgy ezt a kettőt oldalszeressel, és ezt a hármat pedig sima vízbázisú lakkal. Tehát igazából a kísérletnek a lényege ez volt, hogy sokkal szebb a lézerkép, mint a lézeres nyomtató vagy nyomtatott kép, mint a tintasugarással, mert ugye itt nem marad rajta papír, maximum egy nagyon vékony réteg, vagy annyi sem. A másikon viszont rajta kell hagyni a teljes alsó réteget, amitől másabb lesz. Szóval lelakkoztam kétféle lakkal a tintasugaras nyomtatónak a képet. Lehet látni, hogy mind a kettőnél ugyanúgy kijött maga a szín. Viszont a oldószeres laknál kicsit besárgult a felőle, tehát szebb a sima vízbázisú lak. Pedig ugyanúgy se jön fény mind a kettő. Csak mégis más a színe. Persze, ki miért szeretne. Viszont a oldószeres vastagabb réteget alkot. Tehát ugye oldószeres ecsetünk benne állt vízbe. Amit most leítettem róla egy olyan segítségével. És akkor ugyanúgy tudjuk újra használni. Ugye a színén is látszik, hogy más.
sokkal vastagabb a réteget alkot. Többi pedig sima vízvezés ulakkal lesz lakámban. Ma annyi lak van rajta, mert nehéz lecsukni, úgyhogy le kell majd kapálnom, azt hiszem, különben be fog száradni ezt a réteget. De lehet látni, hogy még a színe is más. Ez hófehér, még a másik sárga. Figyeljünk rá, hogy megszáradjon a piros teljesen, különben elhasználjuk az egészet. És hát nem kell sajnálni, mert attól lesz szép vastag egyenletes réteg rajta, ami aztán megvédi később, és lehet mosogatni, hogyha koszosodik, szennyeződik. Nincs más hátra, hagyjuk megszáradni. Tehát ennyi lett volna a hüttemágnesünk. Természetesen ezt is lehet még csicsázni, díszíteni egy kis glitterrel, egy kis gyöngyel, bármivel. Én most nem akarom túl cifrázni a dolgot. Mindenki ízlés szerint megcsinálhatja, döntse el. Szerintem így is aranyosak. Köszönöm, hogy velem voltatok, ha tetszett, amit csináltam, tartsatok el legközelebb is. Sziasztok!